Két hete derült ki, hogy 100 millió forint kárt okozva a debreceni Modemből elloptak két kölcsönkapott festményt. De Antal Péternek, a tulajdonosnak van nagyobb bánata is. A 4000 darabos, felbecsülhetetlen értékű Antal Lustig gyűjtemény nagyjából 50 éve van Debrecenben, és a kincsek java raktárban porosodik. Az 50 év alatt egyetlen debreceni muzeológus sem akarta látni egyben az egészet. Amerikai már igen. Erről is beszél a tulajdonossal készült riportunk második részében M. Kis Csabával, Antal Péter. Soha nem vásároltam egyetlen alkotást sem úgy, hogyha holnap piacra kellene tennem, vagy piacra akarnám tennem, akkor mit kapnék érte? Abszolút közömbös. Én hosszú-hosszú időn keresztül kortársat gyűjtöttem, hát az én kortársaim a 60-as és 70-es évekből ma már klasszikusok. Akkor, amikor én megismertem őket és vásároltam tőlük, akkor rajtam kívül nem nagyon nyitotta rájuk az ajtót senki. Ebből következik, hogy semmiféle olyan értékorientáció nem volt, ami akár befektetési vagy más megfontolásból engem arra ösztönzött volna, hogy tőle vegyük, vagy tőlük vegyek. A 90-es évekig a kultúra az borzasztó olcsó volt. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mennyiért lehetett egy könyvet, egy hanglemezt, egy mozijegyet, egy színházjegyet megvenni, akkor mondhatni azt, hogy fillérekért. Képeket is. És ugyanez igaz volt a műalkotásokra is. Gyakorlatilag egy havi fizetésből lehetett venni jó kvalitású műtárgyat. Aztán, ahogy az idő ment előre, és a gazdaság kezdett szabadabbá válni, a műtárgyárak is kezdtek szabaddá válni és elszabadulni. És ez az az időszak az életemnek, ami jó volt, mert olyan vállalkozásom volt, ami elérhetővé tett számomra nagyon-nagyon sok mindent. Kapok egy telefonhívást, hogy én vagyok-e én. Akkor tisztázódik, hogy igen. És akkor elmondja, hogy ő hallott rólam, mint gyűjtőről, az ő tulajdonában vagy a látókörében van olyan valami, amit szeretne felajánlani nekem, hogy érdekel-e. Van ebben a gyűjteményben jó néhány olyan darab, amikor eszembe nem jutott, hogy alkudjak, mert örültem annak, hogy egyáltalán ide kerülhet a dolog, vagy egyáltalán, hogy szóba állnak velem. Más esetekben természetesen úgy, mint a piacon, van egy ár, igény, nekem van egy másik elképzelésem, a kettő közelít egymáshoz, és vagy összeér, vagy nem. De azt tudják az eladók is, hogy nálam általában össze szokott érni, mert hogyha látom a darabot, és az izgat engem, akkor én nem tudok annak ellenállni. Elsődlegesen azért nincs múzeumban, mert senki nem érdeklődött a művek olyan jellegű bemutatása iránt, ami intézményesített formában tárná a közönség elé a gyűjteményt. A gyűjtemény az Debrecenben van több mint 50 éve. 50 év alatt a megyei múzeumok egyike sem érdeklődött, még azon a szinten sem, hogy bárki kíváncsi lett volna, hogy megnézze, hogy mi is ez a gyűjtemény, vagy mi van benne. Itt a megyéből muzeológusok nem jártak, de mondjuk Amerikából már jártak. Tizenhárom éves voltam, amikor az első képet kaptam, nem vettem. És onnantól kezdve betegesen és folyamatosan egyre intenzívebben kezdtem gyűjteni. És tulajdonképpen erről szólt 13 éves koromtól az egész életem. Aki erre az útra lép, annak valószínűleg az a motivációja, hogy valamit elkezdtem és minél teljesebbé tegyem. Na most ennek igazából sosincs vége, tehát ezt lehet megnyírbálni itt-ott, amott, és különböző vágányokra át lehet térni, mert én sem festménnyel kezdtem, hanem kezdtem, mint annyi mások, papírszalvétával, utána volt gyufacímke, utána volt jelvény, utána volt bélyeg, és a bélyeg után jött a festmény. Azt mondja, hogy lélektani értelemben semmi különbség nincs mondjuk egy vasútmodell gyűjtő és ön között? Semmi. Semmi. Tehát, mi a közös önökben? A megszállottság.
soha nem tud kielégülni, de az intenzitása az változik. Tehát itt vannak folyamatos telítődési és kiürülési periódusok, hát nyilván a Schopenhaueri gondolat, hogy az élet az nem más, mint vágyak és kielégülések sorozata. A gyűjtés az mindig ugyanaz a vágy, megszerezni egy dolgot. A kielégülés az, amikor megszereztem a dolgot, és azt követően jön az újabb vágy. Erről szól a gyűjtés, és erről szól ez a bizonyos mánia. De hát erről szól az élet, mert az élet is egy mánia.